A Paksi Stadion edzőpályáján különösen jókedvűen edz társaival Ádám Martin, hiszen behívót kapott Marco Rossi szövetségi kapitánytól a magyar labdarúgó válogatott 10 napos edzőtáborába, így hétfőtől már Telkiben készül a nemzeti csapattal. Vártam a meghívót, nyilván a szövetségi kapitány felvette velem a kapcsolatot már az év elején, úgyhogy mondhatni számítottam rá, ez csak arra vártunk, ugye, hogy hivatalos legyen. Nagyon boldog voltam, amikor megtudtam, hogy meghívót kaptam, de ezzel nem akarom beérni, szeretnék a pályán is bizonyítani. Elsősorban azt gondolom, edzéseken kell megmutatnom, hogy mi vagyok én valójában, aztán itt lesz ez a 2 mérkőzés, remélem, hogy kapni fogok azért játékperceket, hogy tudjak bizonyítani. Nyilván az ember izgó, meg minden. Ha Marco Rossi a következő találkozók alkalmával a pályán is bizalmat szavaz Ádám Martin számára, akkor a PFC 7. felnőtt válogatottja lehet. Éger László ugyan Debrecenből, Böde Dániel pedig a Ferencvárosból lett válogatott, de mindketten saját nevelésű labdarúgói, klub ikonjai Paksnak. Őket Heffler Tibor, Fiola Attila és Szabó János követte, majd legutóbb Hán János vívta ki magának a piros-fehér-zöld címere szerelést. Ádám Martin ugyan nem saját nevelésű labdarúgója a Paksnak, de paksi játékosként ért el ezt a sikert. Több mint másfél éve vagyok itt, jól érzem magam, elég hamar befogadtak a társak is, úgyhogy minden rendben. Tavaly szezon is már jó volt, gólokban nyilván még annyira nem is játszottam annyit, amennyit szerettem volna, de idei szezonban már megkaptam azt a bizalmat, amire egy támadónak szüksége van. Ez hála Isten ki is jön belőlem a gólokba is, meg mondhatom a játékba is, azt gondolom, hogy jó teljesítek. Nyilván az embernek van hiányérzete, de hát majd a következő mérkőzésen ezek kijönnek még. Ádám Martin bomba teljesítménye hetek, sőt hónapok óta téma a válogatott kapcsán, és mára egyáltalán nem meglepetés, hogy a 24 bajnoki forduló alatt 23 találatot jegyző támadó végül megkapta a behívóját a nemzeti csapatba.